Csalás büntette és más bűncselekmények miatt jogerősen 10 év börtönbüntetéssel sújtotta a szegedi ítélőtábla D. Sándornét, a Broker Marcsiként elhíresült nőt, a Kun Mediator Kft. Vezetőjét, aki több mint 10 éven át gyűjtött betétet több száz ügyfelétől, majd a pénz egy részét nem fizette vissza a sértetteknek. A tábla bíróság a szabadságvesztés mellett 5,4 millió forint pénzbüntetést is kiszabott vele szemben, és végleges hatállyal eltiltotta a gazdasági társaság vezetői tisztségviselője foglalkozástól. A vádlottal és a jelenleg felszámolás alatt álló Kun Mediator Kft.-vel szemben külön-külön 2,079 milliárd forint, míg a vádlott két hozzátartozójával szemben 16, illetve 15 millió forint erejéig vagyon elkobzást rendeltek el. Az elsőfokú ítéletben meghatározott 130 millió forinton túl a vádlottat további 5 sértett, több mint 90 millió forintnyi kárának megfizetésére is kötelezték. Az ítélet szerint a karcagi nő az általa képviselt gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként eljárva mintegy 14 éven keresztül több mint 760 sértettel kötött betétgyűjtésre szerződéseket, amelyek alapján a piaci kamatoknál jóval magasabb hozamot ígért neki. A nőnek e tevékenység folytatására engedélye nem volt. Az általa ígért magas hozamok megfizetését lehetővé tévő tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatott. Az ügyfeleinek ezáltal különböző nagyságú néhány millió forinttól több mint 1 milliárd forintig terjedő kárt okozott. Broker Marcsi a befolyt pénzt saját és családja költségeire fordította, illetve a jó üzletmenet látszatának fenntartásáért az érintettek egy részének kifizetésére használta fel. Broker Marcsi 2015 tavaszán eltűnt Magyarországról, végül mintegy másfél évvel később a közép-amerikai Belizében fogták el. Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró az ítélet indoklásánál kifejtette, az időmúlásra, a vádlott időskorára több mint 6 milliárd forintnyi kár megtérülésére tekintettel a táblabíróság nem látta szükségesnek súlyosabb büntetés kiszabását. A bíróság elrendelte a vádlott szabadságvesztésének megkezdését, így az asszonyt fegyőrök vezették el a tárgyalóteremből.